Köszöntök szeretettel mindenkit az élet forrásánál, Isten életet adó beszédénél. Legyünk nyitottak mindarra, amit ma Isten adni akar számunkra, és abban a meggyőződésben legyünk az Isten igéje előtt, hogy ma is azt kapjuk meg tőle, amire aktuálisan szükségünk van. Nyissuk meg így a Bibliánkat, 2 Krónika 20-ban, az első verstől szeretném olvasni Isten beszédét, amely így szól. Azután hadjáratot indítottak Jósafát ellen a moábiak, az ammoniak, és velük együtt a meuniak egy része is. Hírnök érkezett és jelentette Jósafátnak. Óriási hadsereg vonul ellened Edom felől a Holttenger túlsó partjáról. Már Hacecon Tamár, vagyis Engedi közelében járnak. Jósafátot félelem fogta el, és elhatározta, hogy ebben a helyzetben az örökkivalót fogja keresni. Ezért böjtöt hirdetett az egész országban, Júdeában. Össze is gyűltek az emberek egész Júdeából és annak minden városából Jeruzsálembe, az örökkivaló templomának új udvara előtt, hogy az örökkivalót keressék és tőle kérjenek segítséget. Jósafát király pedig felállt a Júdából és Jeruzsálemből összegyűlt sokasság közepén, és hangos szóval így imádkozott. Örökkivaló, őseink Istene! Nem te vagy a menny Istene, aki uralkodsz a nemzetek minden országa fölött? Kezed oly erős és hatalmas, hogy senki sem állhat ellened. Nem te vagy, aki a föld korábbi lakosait kiűzted néped Izrael elől? Nem te adtad ezt a földet örökre a barátod Ábrahám utódainak? Izrael azóta is itt lakik, és itt építette fel nevednek ezt a templomot, amelyről te mondtad, hogy ha majd bármiféle csapás ér bennünket, háború, ítélet, betegség, éhínség, és megállunk a te jelenlétedben a templom előtt, mert neved benne lakik, és nyomorúságunkban hozzád kiáltunk segítségért, akkor meghallgatsz és megmentesz bennünket. És most? Itt vannak ezek az ammoniak, moábiak és a Széir hegyvidékén lakó népek. Örökkévaló, te nem engedted, hogy az ő földjükre lépjen Izrael, amikor Egyiptomból kivonult, hanem kikerülte és nem pusztítottad el őket. Lásd meg, örökkévaló, hogy ezek a népek most azzal viszonozzák ezt, hogy ellenünk támadnak és ki akarnak bennünket űzni a te birtokodról, amelyet nekünk adtál örökségül. Istenünk, elnézed ezt, és nem ítéled meg őket? Mert nincs erőnk, hogy szembeszálljunk ezzel a nagy sereggel, amely megtámadott bennünket. Mi nem tudjuk, hogy mit tegyünk, csak rád nézünk. Amen. Milyen nagyszerű történet egy király életéből, amikor Izrael népe újabb és újabb támadás sorozatoknak volt kitéve. Nagyon gazdag ez a történet üzenetben, és ami a legmeglepőbb és legérdekesebb számomra folyamatosan, hogy Isten igének a szavatossága nem jár le, ma is aktuális, ma is üzenetet hordoz, ma is Isten bátorít, megérint, segítségünkre jön, és ezen a történeten keresztül is meg akar tanítani bennünket egy-két nagyon fontos dologra. A keresztény élet, az igazság az, hogy nem könnyű. Nem minden rózsaszín, vannak kihívások, nehézségek, harcok, amelyekkel mi magunk is szembenézünk, úgy, ahogy Jósafát király is a maga idejébe. De Isten megígérte, hogy velünk van, segít és győzelemre vezet a harcainkban. Erre emlékeztette Jósafát király is Istent. Isten nem egy problémamentes életet ígért nekünk, hanem azt, hogy velünk lesz. Hogy meddig? Egyszerűen a világ végezetéig. Tehát folyamatosan, mindvégig az életünk során számíthatunk arra, hogy Isten velünk van, és nem passzív jelenlét ez a részéről, hanem igenis egy aktív jelenlét, amikor ő cselekszik, közbeavatkozik, és segítségünkre jön. Pál apostol azt mondja, ha megnézzük az Isten igéjét,
az Efézusi Levél 6. rész 12. versében, hogy mi nem emberek ellen harcolunk alapvetően, és ezt is fontos látnunk, hanem szellemi természetű uralkodók és fejedelmek ellen, a jelenlegi sötét világot irányító hatalmas és gonosz szellemek ellen, akik a magasságban vannak. Nekünk nem egymás ellen kell harcolnunk, hanem azt olvassuk, hogy a sötétség ura ellen, akinek egyértelmű célját Isten leleplezte előttünk, és fölfedte. Ő azért jött, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Jézus Krisztus ezzel ellentétben pedig azért jött, hogy életünk legyen, és bőségben éljünk, áldottak lehessünk. Az élet egy nagy csatatér valójában, egy harcmező. De Isten erejével győzhetünk, és egy örömteljes életünk lehet itt a Földön. És a kérdés, amely fölvetődik ebben a mai üzenetben, az az, hogy hogyan győzhetünk az élet küzdelmei fölött. Mégis hogyan? Először is arra vagyunk bátorítva Isten részéről, hogy jól, nagyon konkrétan azonosítsuk be az ellenséget. Fontos pontosan tudnunk azt, hogy ki vagy mi az, ami ellen mi harcolunk. Emlékszem egy kedves történetre, amikor egy 90-es éveiben járó személy egy adott ponton azt mondta, hogy lelkész úr, képzelje el, nekem már nincs ellenségem. Hát nagyon elcsodálkoztam ezen a gondolatán, és hát megkérdeztem, hogy hát hogy nincs? Hát azért a nagyok is megmondták, még Billy Graham, világszintű evangélista is megmondta, hogy ahányan szeretik, legalább annyi ellensége is van. Hát hogy létezik az, hogy nincs már ellensége? És azt mondta, hogy hát ez egyszerűen úgy lehetséges, hogy már mind meghaltak. Én maradtam már csak életben. Hát így már értettem a gondolatot. Mert az igazság az, hogy ellenség van. Támadások és kísértések utolérnek mindenkit. Kivétel nélkül ebben az életben. Mert az élet egy csatatér. Az élet valójában egy harcmező is egyben. És azt olvassuk, hogy Jósafát király sem volt mentes a kihívásoktól, a támadásoktól, az ellenségtől. Az első versben látjuk, hogy hadjáratot indítottak Jósafát ellen a moábiak, az ammóniak, és velük együtt a meuniak egy része is. Tehát három nép támadta meg Izraelt. Jó, ha be tudjuk azonosítani az ellenséget. Ahogyan Jósafát is látjuk, hogy konkrétan megnevezte és beazonosította őket. Miért fontos ez? Azért, mert ez segít nekünk abban, hogy felkészüljünk és győzelmi tervet tudjunk összerakni. Hiszen ha nem tudjuk, hogy mi a konkrét probléma, nem fogjuk tudni a megoldást sem rá. Ha valaki fölött például úrrá lesz a depresszió, meg kell keresni a gyökér problémát, be kell azonosítanunk a kiváltó okot, hogy aztán a gyógyulásnak a folyamata el tudjon indulni az illetőnek az életében. Ha valaki nem tud aludni, vagy azt érzi folyamatosan, hogy erőtlen, meg kell keresni a gyökér problémát, az okot, hogy miért nem sikerül ez, mi a gond, mi lehet a fő ok. Nem kell mindent nekünk egyébként az ellenség számlájára írni, az ördögre kenni. Szeretjük ezt alkalmazni, de jó, hogyha ebben változunk, hiszen a saját felelősségünk is az, ami történik körülöttünk. A saját felelősségünket ne toljuk át az ördögre. Akkor lesznek győzelmeink az életünk során, a kihívások közepette, hogyha konkrétan be tudjuk azonosítani, hogy ki és mi az ellenség. Mi az, amivel szembe kell néznünk, és ami megoldásra vár. Másodszorban akkor leszünk győztesek arra, azt mondja Isten, hogyha nem engedjük, hogy a félelem uralmat vegyen rajtunk. És talán ebben a járványügyi helyzetben, amiben vagyunk, talán nagyon is aktuális ez a gondolat. Hiszen a világ alapvetően a félelem által van megfertőzve. Fél. A félelem irányítja az emberek életét. És a félelem az nem jó tanácsadó.
Azt látjuk a történetben is, hogy három nép megtámadja Isten népét. És Jósafátot is bizony félelem fogta el. A problémák, a nehézségek sokszor váratlanul érkeznek, és megijedünk, hirtelen lefagyunk, a félelem pedig nagyon könnyen úrrá lesz rajtunk. Mindenkit megkörnyékez a félelem. És jó, ha tudjuk, hogy a félelem alapvetően megbénít, mozgásképtelenné tesz, és nagyon-nagyon rossz tanácsadó. Ilyenkor kapkodunk, ingerültek leszünk, indulatosak, és olyan dolgokat mondunk, vagy teszünk, amit nem kellene, később megbánunk, és lehet, hogy később bánat is sokak számára. Jakab levelében, az első rész 19. versében arra bátorít bennünket Isten, hogy jól gondoljuk át, hogy mit beszélünk. Azt mondja az ige, tanuljátok meg, szeretett testvéreim, hogy mindenki készségesen hallgassa meg a másikat, és jól gondolja meg, hogy mit beszél. Emellett ne legyen hirtelen haragú, mert az ember haragjából származó tettek nem szolgálják Isten jó céljait. Mit tegyünk tehát? Mi a helyes döntés? A helyes döntés az, hogyha bármilyen nehézséggel, kihívással nézünk szembe, Isten elé tudjuk vinni a problémáinkat. Az élő Isten elé, aki valóban tud segíteni rajtunk. Aki nem csak annyit mond, mint mi emberek egymásnak, hogy hát majd gondolok rád. Gondolok majd rád a te problémádban. Ez nagyon aranyos, nagyon kedves, nagyon fontos az együttérzés, de aki ennél sokkal többet tud nyújtani, az az élő Isten. Ezért fontos, hogy hozzá rohanjunk, hozzá vigyük a mi problémánkat. Azt látjuk, hogy a király ugyanezt tette. Jósafátot félelem fogta el, és elhatározta, hogy ebben a helyzetben az örökkévalót fogja keresni. Ezért böjtöt hirdetett az egész országban mindenki számára. Hát az igazság az, hogy hirtelen nem ezt szoktuk tenni, hirtelen nem ez jut eszünkbe, amikor egy-egy problémával nézünk szembe. Ilyenkor hamarabb rohanunk a szomszédhoz, hamarabb dühöngünk, panaszkodunk, ítélkezni kezdünk, és aztán büszkén posztoljuk az ilyen és olyan felületeken mindazt, ami bennünk van, haragként, stb. Stb. Isten arra bátorít, hogy amikor nem tudom, hogy mit kell tennem, akkor forduljak bizalommal mindenek előtt az élő Istenhez. De akkor is forduljak Istenhez, amikor tudom, hogy mit kellene tenni. Konzultáljak vele. Egyeztessek Istennel, gondolkodjak együtt Istennel, hogy vajon jó döntése az, amit meg akarok hozni, vajon jó döntése az, amit tenni akarok, vajon helyese az, amit mondtam, amit mondani szeretnék. Mert ez az, ami igazán hasznos és értékes, ami a javunkra van. Ez az, ami segít nekünk, hogy jó döntéseket tudjunk hozni. Ez az, ami győzelemre vezet bennünket, hogyha a problémáinkat, a nehézségeinket az Isten elé visszük. Igen ám, de hogyan? Igen ám, de hogyan imádkozzunk? Ugye elhangzik sokszor ez a kérdés. Tegyük azt, amit Jósafát király tett. Azt látjuk, hogy ő először is megszólította az atyát. Másodszorban utalt Isten eddigi győzelmeire. Visszaemlékezett mindarra, amit Isten tett érte. És nagyon jó, hogyha mi is meg tudjuk ezt tenni, mindig vissza tudunk emlékezni arra, hogy Isten a múltban, abban a problémában, ami már mögöttünk van, velünk volt, megoldódott, segített nekünk. Hát ha akkor segített, akkor most is fog segíteni rajtunk. Azt látjuk továbbá, hogy Jósafát király utal Isten ígéreteire is. És ez is nagyon fontos, hogy soha ne felejtsük el azokat az ígéreteket, amelyeket Isten tett nekünk, és ebbe kapaszkodjunk, mert ezeket teljesíteni is fogja Isten. Én is ezt teszem. Olyan kedves ígéret számomra az, amit kaptam ennek az évnek, ennek az esztendőnek az elején az Istentől. Ez az én kapaszkodom, és nem akarom elfelejteni. Isten azt ígérte nekem, hogy azt mondta a 37. Zsoltár 4. versében, hogy gyönyörködj az Úrban, és megadja a szíved kérését. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Világossá teszi az igazságodat.
jobbodra fényt derít. Légy csendben, és várj az Úrra. Én ebben az ígéretben élek. Ez az, ami meghatározza a mindennapjaimat. Az Istennek az ígérete, amely szent és igaz, illetve valóra válik. Tegyük mi is ezt. Erre vagyunk bátorítva, kapaszkodjunk Isten ígéreteibe is. Józsefát király elismeri az Isten előtt, hogy ő is ember. Elismeri, hogy ő is gyenge, nincs erőnk, félünk, nem bírunk az ellenséggel, segíts rajtunk, Istenhez kiált őszintén, de ugyanakkor kapaszkodik az Isten ígéretébe. Mert Isten csak azon tud segíteni, aki hozzá folyamodik őszinte szívvel és bizalommal. Isten nem tud segíteni azokon, akik nem tartanak igényt az ő segítségére. Mert jobban bíznak önmagunkban, jobban bíznak a kapcsolataikban, jobban bíznak a pénzben és a saját képességeikben. Bízzunk az Istenben. Vigyünk minden problémát az élő Isten elé. Ha szeretnénk győzelmeket átélni a problémáinkban, kihívásainkban, harcainkban, kísértéseinkben. Továbbá arra vagyunk bátorítva, hogy higgyünk az Istenben. Őszinte szívvel higgyünk benne. Ne csak beszéljünk róla, hogy persze, hát hiszek Istenben. Én is keresztény vagyok, te is keresztény vagy, jaj de jó. Hanem őszintén bízzunk az Istenbe. Higgyünk benne, hogy nekünk egy élő, az egyetlen élő igaz Istenünk van, aki cselekszik, aki mindent lát, aki szeret, és akire számíthatunk. Józsefát ott állt ebben a kétségbeesett helyzetben Isten előtt, és azt olvassuk a 12. versben, hogy azt mondja Istennek, nem tudjuk, hogy mit tegyünk. Amit tudunk tenni, az csak annyi, hogy rád nézünk. Rád nézünk. Magyarul benned bízunk. Magyarul hiszünk benned. Magyarul várunk rád, hogy valami történjen. Nem tudunk más tenni. Emberileg elfogyott. Minden erőnk, minden elképzelésünk, minden eszközünk, az ellenség sokkal nagyobb, 3-1 ellen, nincs sok esélyünk, egyetlen esélyünk te vagy, és rád tekintünk. Isten pedig azt látjuk, hogy válaszol, és azt mondja nekik, a 15. versben, ne rémüljetek meg, se ne féljetek ettől a nagy sokaságtól, mert ez nem a ti harcotok, hanem az Istené. Nektek nem is kell harcolnotok ellenük, csak álljatok meg a helyeteken, és nézzétek, hogyan szabadít meg az örökkévaló benneteket. Júda és Jeruzsálem, ne rémüljetek meg, és ne féljetek. Holnap menjetek ellenük, mert az örökkévaló veletek van. Nem nekünk kell harcolni. Isten harcol értünk. Mi átadjuk hittel Istennek a problémáinkat, és engedjük, hogy ő cselekedjen, és terelgessen bennünket, ahogyan szeretne. És erre vagyunk bátorítva Péter apostolon keresztül is, az ő levelében, amikor azt mondja, hogy minden gondotokat bízzátok rá, mert ő gondot visel rólatok. Adjunk át minden nehéz terhet neki. Én nem tudok mindent megoldani, de Isten igen. Az én problémám az ő problémája. Az én gondom az ő gondja. Az én harcom az ő harca. És Isten azt mondja, hogy én harcolok, értetek? Te csak maradj nyugodt, majd én harcolok, érted? Ez a mi feladatunk, bízni Istenben, és engedelmeskedni annak, amit ő kér tőlünk. Nagyon-nagyon sok az elkeseredett keresztény ember. Egyszerűen azért, mert önmagában bízik, és nem az Istenben. Ő akarja önerőből megoldani a dolgokat, és aztán megtapasztalja, hogy nem sikerül, kudarcot vall, és teljesen elkeseredik a keresztény ember is. Isten arra szólít meg bennünket, hogy ne aggódjunk, ne csüggedjünk, hanem bízzunk végre őszintén az élő Istenben. Mert ő még nem vesztett csatát, és soha nem is fog. Mert a győztes Istennek győztes gyermekei vannak. És végül
arra vagyunk bátorítva, ha győzelmeket szeretnénk átélni, hogy engedelmes szívvel éljünk az Isten imádatában és dicséretében. Ez tulajdonképpen a hitnek a gyakorlati részét jelenti. A megélt kereszténység területe ez valójában. Amikor nem csak beszélünk, hanem teszünk is. Ahol Jósafát és a nép azt látjuk, hogy korán reggel felvonultak egy adott ponton a pusztában, ott vannak, és nem tudják, hogy mit kellene tenni. Isten viszont terelgeti őket nagyon szépen. És azt mondja, hogy higgyetek az örökkévalóban, higgyetek bennem, és győzni fogtok. Itt van ez a kicsin sereg, akinek az élére oda kellett állítsa az énekeseket és a zenészeket. Hogy énekeljenek, dicsérjék az Istent az ő szentségéért és hűséges szeretetéért. A harcnak a reggelén a nép, ez a maroknyi nép, Isten szentségéről és hűségéről kellett énekeljen. A harc kellős közepén ez nem egy olyan logikus kérés Isten részéről. Könnyebb lett volna nyilván nem a harc előtt énekelni öröméneket, hanem a harc végén ünnepelni a győzelmet, örömtáncot járni és egy finom vacsorával lezárni a nagy győzelmet. De hát a harc előtt ezt megtenni, hát nem egy túl észszerű gondolatnak tűnt. Mégis azt látjuk, hogy a dicsőítő énekek éneklése mennyire fontos volt a harc előtt, ebben a nagyon nehéz és szorult helyzetben. Istennek volt vajon erre szüksége? Vagy a népnek? Egyértelműen a népnek volt fontos ez. Számára volt lényeges, hogy ezt megtapasztalja. Mert Isten jelenlétében az igazság az, hogy a dicséretek közepette az ember megváltozik. És azt látjuk, hogy megújul az élete. Az Isten jelenlétében megváltozunk. És nagyon nem mindegy, hogy a harcainkban hogyan vagyunk jelen, hogyan lépünk be a harcokba. Hittel az Istenben, reménységgel, békességgel, az Isten erejével, bölcsességével, bátorsággal, vagy ennek a hiányával. Hiszen amikor Isten előtt vagyunk, az ő jelenlétében, dicsérjük őt, magasztaljuk őt, akkor ott megváltozunk. Megváltozunk. Elsősorban nem a körülményeink változnak meg, hanem mi magunk változunk meg belülről. És így már könnyebb lesz a harcba vonulni. És Isten a hitteltel dicséretre azt látjuk, hogy megmozdul. És meg is mozdult. És azt olvassuk a 23. versben, hogy ahogy elkezdték az újongást és a dicséretet, az örökkévaló csapdába csalta az ammóniakat, moábbiakat és a szériekat, akik Júdát megtámadtak, és mindannyian vereséget szenvedtek. Tehát azt látjuk, hogy az ellenséges csapatok egyszerűen egymás ellen fordultak, és kölcsönösen elpusztították aztán egymást. Isten valami olyat tett, amire senki nem számított. Mert Isten nem ismer lehetetlent. Ő a csodáknak az Istene. Akiben ha bízunk, akkor csodákat élünk meg. És ezt fogjuk megtapasztalni. Én azt kívánom, hogy minden időben és minden élethelyzetben nézzünk bátran Jézus Krisztusra. Higgyünk benne és imádjuk őszintén őt. Ha ezt tesszük, meg fogjuk tapasztalni azt, ahogy a Szentlélek leszáll, betölt, és egyszerűen megváltoztat bennünket. Bízzunk az Istenben, mert ő szeret. Velünk van, segít, és minden nehéz helyzetet ő a javunkra fog formálni. Ha győzelmeket akarunk átélni az élet harcaiban, akkor fontos jól beazonosítani az ellenséget, ne engedjük, hogy a félelem uralmat vegyen rajtunk. Minden problémánkat, aggodalmunkat, nehézségünket adjunk át bátran az élő Istennek. Bízzunk benne. És az Isten jelenlétében, imádatában éljünk.
Mert a győzelmi terv itt születik meg, az Isten jelenlétében. Jöjjünk így Isten elé bizalommal, mert ő az egyetlen, akire mindig számíthatunk. Amikor már senki másra nem, ő rá igen. Ő látja a harcainkat, a küzdelmeinket, a nehézségeinket, a kihívásainkat. Segít, ha igényt tartunk rá, ha megszólítjuk őt, ha őszinte szívvel jövünk elé. Próbáljuk ki, és meg fogjuk tapasztalni, hogy Istenben nem csalódunk. Isten egy csodatevő Isten. Jöjjünk így elé imádsággal, problémáinkkal, nehézségeinkkel. Mindent adjunk át neki, mert nem ismer lehetetlent. Nincs olyan nehéz helyzet, amit ne tudna megoldani. Szólítsuk meg így őt, őszinte szívvel, bizalommal. Mennyei Atyám, itt vagyunk előtted. Te látod a mi harcainkat, nehézségeinket, küzdelmeinket, kihívásainkat. Te tudod, hogy mik azok a problémák, amikkel küzdünk akár évek óta, de most itt vagyunk előtted, és köszönöm, hogy bátorítasz bennünket, és megszólítasz bennünket arra, hogy közeledjünk hozzád, a győztes Istenhez, aki győzelemre akar vezetni mindannyiunkat. Istenem, kérlek, hogy érints meg bennünket ott, ahol vagyunk, abban a problémában, amiben vagyunk, azokban a kísértésekben, nehézségekben, harcokban. Számítani akarunk rád, és hívunk téged segítségül, ahogyan Jósafát király is tette. És köszönöm, hogy aki keres, az talál. Köszönöm, hogy ha segítségül hívunk téged, akkor te meghallgatsz bennünket, és kiszabadítasz bennünket minden bajból. Így kérünk téged, hogy áldj meg bennünket, légy velünk, légy segítségünkre, vezess győzelemre bennünket a harcainkban, és köszönöm, hogy ma bátorítasz erre. Köszönöm, hogy ahogy Izrael népe életében csodát tettél, ma is csodát teszel az életünkben, hiszen szeretsz, és jót akarsz nekünk. Áldj meg így kérlek bennünket, maradj velünk, és szent lelked ereje által vezess minket tovább, azon az úton, amelyen akarsz. Szeretnénk így benned bízva, rád tekintve, a félelem helyett a bizalomban megerősödve tovább menni, és köszönöm, hogy meghallgatsz mindannyiunkat, cselekszel, és meg fogjuk tapasztalni azt, ahogyan megoldásokat hozol a problémáinkra. Köszönöm, hogy velünk vagy, cselekszel, és lelked által elvégzed a te jó munkádat bennünk. Az Úr Jézus Krisztus nevében legyünk áldottak, és köszönöm mindazt, amit teszel értünk. Amen. Bárhogy is volt, hiszen győzni fogunk, hisz nem a saját erőnkből harcolunk. A sereg élén ott áll a fővezér, aki volt, aki van, aki örökké él. Egy nagy csatatér, a harcban dől el az, hogy ki mennyit ér. Itt nem sokat számít a hírnév, a like, csak a térdünkön állva megvívott csaták. A sereg élén ott áll a fővezér, aki volt, aki van, aki örökké él. Néhány harcos félre értette, és a
társa ellen használta fegyverét. Voltak nagy harcok és kemény csaták, nem egymás kezét fogtuk, hanem egymás nyakát. Hiszen győzni fogunk, hisz nem a saját erőnkből harcolunk. A sereg élén ott áll a fővezér, aki volt, aki van, aki örökké él. Bárhogy is volt, hiszen győzni fogunk, hisz nem a saját erőnkből harcolunk. A sereg élén ott áll a fővezér, aki volt, aki van, aki örökké él.